Sziasztok! Ez a komment arra a videóra érkezett, amiben a gyógyszerekről beszéltem, illetve azt mondtam, hogy a mi doktornénink úgy tanított minket, hogy a betegség leküzdése gyógyszerrel egy hét, gyógyszer nélkül hét nap. Erre kérdezte Adri, hogy a Covidot hogyan küzdöttük le, vagy mivel kezeltük, ha nem gyógyszerrel. Mutatom nektek, hogy mi miket szoktunk használni, de mielőtt ezeket megmutatnám, az fontos tudni, hogy természetesen a súlyos betegségnél, vagy hosszantartó magas láznál azért természetesen kellenek a gyógyszerek, tehát én arról beszélek, amikor a gyerekeknek fáj a torka, vagy lázasok mondjuk egy-két napig, tehát ilyenkor mi nem gyógyszerezünk. Amit mi a doktornénitől tanultunk, hogy nagyon fontos a C és a D vitamin magas mennyiségben, úgyhogy mi ezt a C vitamint szoktuk használni, de természetesen biztos más gyártónak is jó a C vitaminja, de lényeg a C vitamin bevitel. Ezen kívül D-vitamin az, amit magas mennyiségben szoktunk szedni. Most a D-vitaminról tudni kell, hogy ahhoz, hogy a D-vitamin felszívódjon, ahhoz K-vitamint is kell szedni, úgyhogy mi ezt is szedjük. Ezeket akkor szedjük magasabb mennyiségben, amikor betegek vagyunk, tehát ilyen torokgyulladás, nátha, influenza, Covid, vagy ilyen probléma van. És akkor mutatom ezt a három csodacseppet, amit szintén a gyerekorvosunktól tanultam, és tényleg 17 éve nem kaptak a gyerekeim antibiotikumot, mert mindig túlestünk a betegségeken ezekkel a cseppekkel. Az egyik ez a grapefruit mag csepp, ez grapefruit mag kivonat, ebből 12-15 cseppet szoktunk csepegtetni egy fél pohár vízbe, plusz belecsepegtetjük az echinacea cseppet, ez egyébként kasvirág kivonat, tehát ez is egy teljesen természetes gyógyító hatású csepp, és a harmadik csepp pedig, nem tudom, hogy ezt ismeritek-e, a kalóba csepp, ez muskátli gyökér kivonat egyébként, nagyon hatásos és nagyon természetes és nagyon egy nagyon jó immunerősítő bomba. Na most, amikor ezt a hármat így beletesszük a fél pohár vízbe, akkor azért nem mondanám, hogy egy finom üdítő italnak az élménye, de azt szoktam csinálni egyébként, hogy vagy teába, vagy ilyen cukormentes szörpel esetleg lehet ízesíteni, hogyha gyerekek nem akarják meginni, de nálunk egyébként mi felnőttek simán megisszuk, és a nagyobbik lányom is simán megissza ezeket a cseppeket. Úgyhogy ez a három csodacsepp, amit mi használunk. Írjátok meg kommentben, hogy nektek-e vannak-e még ilyen természetes betegség megelőző forrásaitok. Puszi!